ez egy rövidebb verzió, ha hosszabbat nézitek meg a YouTube-on, akkor lehet látni, hogy még beszélnek, és aztán a háttérbe besétál Norman Cook, csak belenézik a kamerába egy picit, aztán kisétál. Tehát ezzel az egyen árulják el tulajdonképpen, ez egy szándékos kép, mert egyébként tényleg bárhol bármi lehetne. Norman Cook azt próbálkozott sok mindennel, ez a Fatboy Slim, ez nem jött rögtön össze neki. Volt csomó projektje korábban, Pizzaman, meg volt egy olyan, hogy Freak Power. És igazából voltak is olyan számok, amikre így lehet emlékezni. Nem volt olyan rossz a Freak Power. Mikey Dubcats. De valami a Fatboy Slim-mel összeállt. Valahogy, és az az érdekes, hogy a csávó soha nem azonosult annyira egyetlen projekttel sem, mint a Fatboy Slim-mel. Ma már a csávó Fatboy Slim néven lép olyan projektekbe is, amelyek nem a saját szóló projektjei. Például most közösen csinál egy, vagyis már elkészült, és be is mutatták egy pop-operát. Igazából ezek a műfajok nem léteznek, tehát amikor létrejött az Isten a király, akkor született meg a rock-opera műfaja, tehát előtte ilyenről nem volt szó, soha, hogy rock-opera. A szomszédok előtt nem volt szó ilyenről, hogy teleregény. Pop-operát David Byrne-nel, a Talking Heads-nek a frontemberével és mindenesével, és hát a földreszállt zseni David Byrne. És akkor most itt ez a két figura, tehát David Byrne, az megtalálta maga mellé ezt a Norman Cookot, aki mint Fatboy Slim vett részt ebben, és hoztak létre egy ilyen pop, art rock, diszkó operát. Az a címe, hogy Here Lies Love. És valószínűleg a Madách Színház is műsorára fogja tűzni. Biztos. 10-15 évben belül mindenképpen. Egyébként együtt csináltak egy buli sorozatot, ami ott Brightonban, a Brightoni Mólónál volt egy nagy, évente megrendezett nagy ingyenes ilyen fesztivál, ahol rengeteg ember volt, aztán egy évben megfulladtak, hiszen ketten beestek a vízbe és megfulladtak, és akkor betiltották a rendezvényt, és azért csinált aztán ő egy olyan formációt, hogy Brighton Port Authority, ami erre utal, hogy ugye ez a hatóság, a Brightoni kikötői hatóság néven, mert hogy az tiltotta be aztán ezt a fesztivált. Neki volt egy helye Brightonban, az a neve, hogy Big Beat Boutique. És az egy ilyen szórakozó hely ott, és ott kifejezetten, tehát az tartozik ehhez a műfajhoz így szervesen hozzá, de egyébként elvileg ez a Big Beat, ha nincs a Norman Cook, akkor így nincs, tehát így tudunk más Big Beat előadókat. Hát van, biztos van egy-kettő, nyilván amikor születik egy ilyen műfaj, akkor mindig van, aki ráugrik, de olyan nagyon jelentőséggel, és nem tudom még idézni, de biztos vagyok benne, hogy lenne olyan zenebobus, aki tudna. De ez abszolút igen, tehát elsősorban hozzá kötődik. Hogyha emlékeztek Christopher Walkerre, aki a... Aki a ponyvaregényben, a seggében hozta át azt az órát Butchnak, amit a kenguru farkára raktak rá, és ott hagyta a hülye picsa. Na, hogyha szeretnétek látni, hogy ő hogy bulizik a Norman Cooknak a zenéjére, akkor hát parancsoljatok.